Az új üzem szerkezeti elemei már itt vannak a Nagykálói Ipari Parkban. A beruházás jó ütemben halad, még ebben az évben tető alá hozzák, közölte a Kiskertészek Zöldség és Gyümölcstermelői Kft. Vezetője. Az üzem március végére már a gyártógépek fogadására alkalmas lesz. A tervek szerint 2020. júniusban kezdődik a próbaüzem. A létesítmény kialakítására 437 millió forint vidékfejlesztési forrás nyert a cég, de önerőből is gazdálkodik a fejlesztés során. Ezt meg kell kettővel szorozni, ez a támogatás összege, ugye a másik része ugye a saját erő, és így ez lesz a beruházás összege, és ebből tudunk megvalósítani egy több mint 1800 négyzetméteres épületet, amelynek van egy úgynevezett gyártó része, amelyben még úgynevezett gyógyszergyári körülmények, tiszta teres területe is van, hiszen ez alkalmas olyan termékek gyártására is, valamint a komplett raktár, és akkor ezen belül pedig minden ehhez kapcsolódó ugye termék, akár kapszula, akár a tablettás, vagy bármilyen poros folyadékos terméknek a gyártására alkalmas gépek. A beruházás munkahelyteremtő is. Körülbelül 5-6 fő gyógyszerészt, műszaki szakembereket, illetve a gyártó részlegre is keresnek majd dolgozókat, összesen körülbelül 35-40 főt, valamint a zöldség és gyümölcs alapanyagokat is helyi termelőktől szeretnék majd beszerezni. Megyében a gazdálkodók pályázati kedve a vidékfejlesztési program keretében igen magas. Szabolcs-Szatmár-Berek megyei kormányhivatal agrárfejlesztési főosztálya kezeli az országban a legtöbb vidékfejlesztési pályázatot. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a már lekötött források, amelyek Szabolcs-Szatmár-Berek megyébe érkeztek, vagy területalapú támogatás formájában, vagy pedig valamilyen fejlesztési pályázat formájában, a 175 milliárd forintot már meghaladják ebben az Európai Uniós ciklusban. Ez a kiemelkedő megyei pályázási kedvnek köszönhető elsősorban, és ennek eredményeképpen azt is láthatjuk, hogy a foglalkoztatás javításához is hozzájárul az élelmiszergazdaság. A nagykálói önkormányzat több mint 3 milliárd forint európai uniós forrásból gazdálkodhat, ebből jó néhány felújítást finanszírozhatnak. 4 milliárd forint pályázati forrást pedig a gazdálkodók nyertek el, közölte a térség országgyűlési képviselője. A vidékfejlesztési programban és a GINOP-os programokban közel 300 gazdálkodó és kisvállalkozó kapott lehetőséget, többek között az egyik ilyen, ahol most állunk, annak a táplálék kiegészítő üzemnek az építésére kapott a Kiskertészek Szövetkezet lehetőséget a vidékfejlesztési programban, aminek az alapkövét most tettük le. Ez egy nagyon úttörő vállalkozás, és reméljük, hogy a térségben példát fog mutatni. Az ipari gyümölcsök feldolgozására egy ettől kétszer nagyobb üzem építésére nyert a cég támogatást. Ott a legmodernebb termékek gyártásával foglalkoznak majd, például gyümölcspüréket, préselt italokat készítenek majd. Ezt a beruházást szintén Szabolcs-Szatmár-Berek megyében tervezik megvalósítani, közölte Bölcskei György.